Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai témánk az osztatlan közös tulajdon. Vendégem pedig Balogh Brigitta, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezető stratégiai szakértője, aki, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Aki jogász és közgazdász, és azt gondolom, hogy ehhez a témakörhöz mindenképpen kell mindként választott hivatása. Az ugye azt tudjuk, hogy a hosszú távú tervezésben vállal feladatokat immáron két esztendeje, és ez nagyon-nagyon fontos dolog, mert ha a föld a legfontosabb, a mezőföldön mindenképpen, én azt mondom. Azt tudjuk, hogy 2021. januárjában lépett hatályba az osztatlan közös tulajdon felszámolásáról szóló törvény. Régóta vártunk rá, több millió hektár vár gazdára, egy gazdára, ha úgy tetszik. Ezt kéne megbeszélnünk, és már is akkor itt az első kérdés, hogy ugye elindulnak az eljárások, elindultak januárban a törvény hatály alapján. Mi az alapvetés ilyenkor? Mi a feladata a gazdáknak, a gazdának? Mi a feladata a földhivatalnak? Miként tudja ezt segíteni a kamara? Igen. Azt meg tudom erősíteni, hogy ez egy nagyon fontos és nagy érdeklődésre tartó, figyelemre tartó témakör, ugyanis azért rendkívül sok érdekelt van itt ezekben az eljárásokban, és elmondható, hogy egy nagyon széles kört érintett. Egyrészt ugye nagyon nagy mennyiségű hektárról van szó, amik osztatlan közös tulajdonnal érintettek, másrészt számosságában is jelentős ez, ugyanis így, amiket előzetesen vizsgáltunk, csak 2019-ben 3,5 millió embert érintett ez, hogy osztatlan közös tulajdonban volt neki részesedése, tehát ezért mindenképpen egy olyan téma, amiről kiemelten kell beszélni. Ez a földügyi téma, ez azért is különösen fontos, mert azért a földbirtok politika az nemzetgazdaságilag is, és a hazai agrárium szempontjából is egy kiemelt terület, ezzel biztosítható, hogyha megfelelő és jól művelhető versenyképes birtok struktúránk alakul ki, és azzal tudnak a gazdálkodók tevékenykedni, akkor ez mindenképpen azt eredményezi, hogy tovább tudnak fejlődni, tovább tudnak növekedni. Egy kicsit messzebbről közelíteném meg itt a témakört, mielőtt így a részletekre is rátérnénk, ugyanis ez azért is egy jelentős törvény és egy jelentős újítás most, hogy ezek az eljárások elindulhatnak, mivel azért már sok problémát okozott ez az osztatlan közös tulajdon a gazdálkodóknak. Sok esetben nem tudják, hogy hol van a területük, nem ismerik azokat a gazdálkodókat vagy tulajdonosokat, akikkel egy tulajdonban vannak, fejlődési nehézségeket is okoznak, mert ennek következtében, hogy ugye ismeretlen valamilyen szinten a terület, így a finanszírozás is akadályozott, tehát nehezen tudnak hitelhez jutni, nehezen tudnak tovább fejleszteni, úgyhogy mindenképpen ez is egy olyan fontos aspektusa a témának, ami a törvény által és a törvény által biztosított eljárásokkal megoldható, kezelhető. Úgyhogy alapvetően egy tényleg fontos témakörről beszélünk, hosszú távú fejlődést segíthet a gazdálkodóknak, úgyhogy ez szerint kell kezelnünk. Ahogyan is mondta, itt most az év elején elindultak az eljárások. Alapvetően azt kell mondani, hogy ez a törvény három módot szabályoz arra, hogy hogyan lehet az osztatlan közös tulajdont megszüntetni. Egyrészt a megosztási eljárással, ehhez egy egyezség kell a tulajdonosok részéről, másrészt van az a lehetőség, amikor egy tulajdonos szerzi meg a területet. Ez nyilván a mérethatárok függvénye, és van egy olyan lehetőség is, amikor kisajátítás történik, ez azokban az esetekben lehetséges, amikor már a tulajdonosok általi megegyezés nem vezetett eredményre. Tehát ez az úgynevezett bekebelezés. A bekebelezés része az egy tulajdonos által, és akkor ez az a része, amikor egy kisebb területről beszélünk, míg amikor az állam avatkozik be, egyetlen egy
problémakör van ilyenkor, amikor ez megtehető, hogyha a megosztási eljárás vagy az egyéb bekebelezési eljárások nem vezettek eredményre. Viszont ugye problémás lehet a területek a rendezése. Ebben az esetben, ebben az utolsó esetben ugye szükséges az, hogy nagyon sok tulajdonos teljes legyen, és már legalább két alkalommal sikertelenül záruljon ez a megosztási eljárás. Rendkívül fontos kérdés, hogy milyen feladat hárul ilyen esetben a földhivatalokra? Alapvetően ugye a földhivatalok, onnan kezdeném, hogy a törvény ugye itt most a tulajdonosoknak adja a rendelkezési jogot. Tehát őnekik kell elintézni a folyamatot, ők intézik az ügyeket, ez azért is lényeges, mert korábban is volt már osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárás lehetőség, de ezek nagyon hosszú időt vettek igénybe. Itt most a törvény biztosítja a kereteit annak, hogy ez egy gyorsabb, átlátható folyamat legyen, az iránt, hogy a tulajdonosokra bízza, úgymond az ügyintézés javarészét. A földhivataloknak a szerepe az egyes eljárásonként különböző. Amennyiben itt az eljárásokról beszélünk, egy sima megosztási eljárásnál bejelentik a földhivatalnak, hogy elindítják a területre az eljárást. A földhivatal a tulajdonostársakhoz szükséges kommunikáció végett adatokat szolgáltat, és innentől fogva a tulajdonosokra van bízva az ügyintézés. Amikor ez megtörténik, akkor térnek vissza a földhivatalokhoz, és a földhivatalok a bejegyzést a tulajdonosok kérelme alapján tudja folytatni. Tehát ilyen szinten ez egy fontos változtatás. Itt egyébként ugye az összes eljárást náluk kell megindítani, annyit most itt érdemes talán és időszerű is elmondani, hogy a törvény nem csak az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos eljárásokat szabályozza, hanem ugye sok esetben problémás az, hogy kik a tulajdonostársak, nem ismerjük őket. Ezeket az adatrendezési eljárásokat is szabályozza. Az alapvetés nyilvánvaló, hogy versenyképes birtokszerkezet alakuljon ki. Most ennek értelmében az új ingatlannak mindenképpen alkalmasnak kell lennie arra, hogy milyen mezőgazdasági tevékenységet, hangsúlyozzuk ki, hogy mezőgazdasági így tevékenységet van. Végezzenek. Így van, igen. Tehát alkalmasnak kell lenni, kifejezetten alkalmasnak kell lenni mezőgazdasági művelésre. Tehát itt végeredményében ezért egy fontos témakör ez is, hogy amiket kialakítanak a megosztási eljárás keretében, annak mindig alkalmasnak kell lenni. Emiatt a törvény ilyen minimum területi határokat is alkalmaz, feltételezve azt, hogy azok a területi határok, amiket már versenyképesen és gazdaságosan meg lehet művelni. Ezek a minimum méretek, ezek igazából művelési ágonként eltérőek. Hogyha egy szántó, rét, legelő, gyepről beszélünk, ott egy hektár ez a minimum, még gyümölcsös kert szőlő esetében 3000 négyzetméter, és a zárt kertek is bevonhatók ebbe az eljárásba, ott 1500 négyzetméterről beszélünk. Ez egy alapvető feltételezés. Még érdemes egyébként itt a erdők vonatkozásában is megemlíteni, hogy itt is arról van szó, hogy egy 30 méter egybefüggő területet mindenképpen kell kialakítani, úgy elfogadható ez az eljárás. Tehát fontos figyelmet fordít itt tényleg a törvény arra, hogy hosszú távon versenyképesen művelhetőek legyenek a területek, és kedvező legyen az érintetteknek. Mi a helyzet a megosztással? Ugye ez a megosztási eljárás alapján, ugye ez egy szintén egy változás. Korábban ugye hosszú eljárás volt, meg kellett egyezni minden oldalról, ez most változik. Pont amiatt, hogy gyorsabb legyen, és akik érdekeltek ebben az eljárásban, ők mielőbb tudják gazdaságosan megfelelően a területeiket kezelni. Úgyhogy egy olyan szabályozás került most be
bevezetésre, hogy a megosztási eljárás során a tulajdonosoknak egyességet kell hozniuk, viszont ahhoz, hogy a megosztás érdekében természetesen, viszont ehhez elég az, hogy a tulajdonosok tulajdoni hányadának a egyszerű többsége, tehát az 50%+1%-a amellett érvel, hogy megosztják az ingatlant. Erről nyilván akkor, ahogy olvasom, írásban kell tájékoztatni a bekebelezés szándékról, de milyen tartalmi elemeket kell, hogy felvonultasson valaki, ha így ilyen döntés születik? Alapvetően ugye megkülönböztetném a megosztási eljárásnál, amikor a tulajdonos társakat tájékoztatni kell, hogy ez az eljárás elindul. Alapvetően itt az eljárás elindulásáról, megindulásáról kell egy tájékoztatást adni az összes többi tulajdonostársnak. Nincsen előírva, hogy mik a feltételei törvény alapján. Mi így a NAK részéről javasoljuk, hogy azért itt egyrészt ugye a területeknek, vagy az érintett terület helyrajzi számát, a tulajdonosok teendőit, az egyességre való felhívás határidejét, esetlegesen, amikor már egy ilyen megosztási eljárásban is bekebelezés történik, tehát minimum nagyság alatti terület maradna vissza, akkor annak is a lehetséges árát tüntessék fel, tehát több olyan adat, amiatt érdemes tájékoztatásul elküldeni a tulajdonostársaknak, hogy utána hatékonyan tudjon működni ez az eljárás. Ha már itt tartunk, akkor nincs kétségem felőle, hogy lesz olyan helyzet számtalan, amikor több tulajdonostárs is szeretne igényt tartani a birtokra. Mi történik ilyenkor? Igen. Itt is ugye két esetben történhet bekebelezés, ahogy már említettem a megosztási eljárásban. Ott megosztható a terület, lesznek olyanok, amik a minimum felettiek, és maradnak vissza olyan területek, amik a terület minimum alattiak. Ezek esetében történhet a bekebelezés. Ilyen esetben bármelyik tulajdonos társ kezdeményezheti a bekebelezést, viszont a törvény alapján az fogja ezt megtenni, és annak a tulajdoni hányadához csatolják ezt a területet, aki a legtöbb pénzt, legtöbb ellenértéket ígéri érte. Hogyha nincsen olyan, aki ezt a bekebelezést szeretné, de marad ilyen minimum alatti, akkor az fogja fizetni, vagy az fogja megkapni ezt a területet, természetesen az ellenérték megfizetése mellett, aki ezt a megosztási eljárást kérte. Ezzel ellentétes a bekebelezés, tehát kifejezetten az az eljárás, amikor egy kisebb területről beszélünk, és itt egy tulajdonos kezében koncentrálódik végső soron az egész érintett földrészlet. Itt egy sorrendet alakít ki a törvény, bekebelezést bármelyik tulajdonostárs szintén elindíthatja, viszont első körben, aki a legnagyobb mértékben használja a területet, kaphatja meg az egészet. Hogyha egyforma mértékben többen használják, akkor az, akinek a tulajdonjoga a legnagyobb, tehát akinek legnagyobb tulajdonrésze van benne, ha pedig itt is egyenlőség van, akkor a legfiatalabb tulajdonostárs kapja. Igen, erre felfigyeltem én is. Miért? Ugye alapvetően azért ez egy hosszú távú cél, és összefügg sok témakörrel, hogy hosszú távon ugye fontos, hogy a fiatalabb generációnak is lehetőséget biztosítsunk a gazdálkodásra. Általánosságban elmondható, és kicsit ez már túlmutat akár ezen a témán is, hogy a gazdatársadalomban egyre inkább idősödnek a résztvevők, viszont ugye ahhoz, hogy a működési folyamat biztosítva legyen, ahhoz a fiataloknak is a működését támogatni szükséges, úgyhogy ezért került bele ebbe a törvénybe is ez a rendelkezés, hogy számukra ilyen módon biztosítson előnyt. Szó esett az ellenértékről, ki állapítja meg egy föld értékét? Hiszen azt tudjuk, hogy aranykorona és a többi, mi van rajta, erről már esett szó, mert ez nagyon fontos kérdés. Igen. Alapvetően azt az eljárásban érintett tulajdonosoknak a segítségére az a Nemzeti Földügyi Központ által üzemeltetett, vagy rendelkezésre bocsátott értékbecslés fog segíteni.
Azonban, hogyha a tulajdonos társak bármelyike ebben vagy a bekebelező, vagy akár egy bekebelezett nem ért egyet, akkor lehet további segítséget kérni, és ilyenkor igénybe venni értékbecslési szakértőt. És akkor innen fogva az ár lesz az irányadó. Tehát alapvetően azért van egy irányvonal, amit így az NFK-nak az adatai alátámasztanak, de a tulajdonos társaknak olyan szinten szabadság van hagyva, hogy ők azért tudnak mozgásteret, és tudnak olyan szinten vizsgálatokat végezni, hogy ismerve a terület speciális adottságait, jellemzőit még látják, hogy hogyan értékelhető ez az adott terület. Tehát meghatározhatják az ellenértéket. Igen. Pontosan. Ebből, ha ebből a szempontból vita alakul ki, mert bizonyos vagyok benne, hogy számtalan ilyen eset lesz majd, akkor ki a döntő? Ugye árazás, tehát egy nagyon fontos, mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, azt kell mondani, hogy az ilyen eljárások végén mindenképpen, hogyha megindul ez az eljárás, akkor osztatlan közös tulajdonban terület nem maradhat, kivéve, hogyha a tulajdonosok erről kifejezetten rendelkeznek. Tehát mindenképpen rendeznie kell ezt a helyzetet valahogy a tulajdonos társaknak. Egyrészt, hogyha sokat segít az eldöntésben az, hogy mi a törvényi sorrend, másrészt még, hogyha az árban mégis vita van, akkor végső soron ilyenkor a bírósági út lehet az, ami még segítséget nyújthat az érintetteknek, annak érdekében, hogy itt képviseljék a gondolataikat. Én magam is tudok olyan földekről, ahol 10-nél több tulajdonos társ van. És ahogy ön is fogalmazott már, előfordulhat az, hogy nem is ismerik egymást. Lehet, hogy a örökléssel került a tulajdonába, és fogalma nincs róla, hogy neki van földje. Mi a teendő ilyenkor? Mert hogy ez bizonyosan majd nagy kalamajkát szül. Igen, erre is gondolt a jogalkotó. Itt ugyanis, hogyha megosztási eljárásról beszélünk, akkor alapvetően ugye elmondtuk, hogy 50 plusz 1, tehát az egyszerű többsége kell a tulajdonos társaknak ahhoz, hogy megegyezzenek abban, hogy ez a megosztási eljárás megtörténjen. Viszont abban az esetben, hogyha akár a lakhelye nem ismert az adott tulajdonos társnak, akár a személye nem ismert, akár hogyha az értesítést a megosztásról nem vette át, vagy nem kereste, akkor ezeket az eseteket úgy kell tekinteni, hogy őneki ez a tájékoztatás megtörtént, ő ehhez hozzájárul, hogy ez a folyamat megtörténjen. Mert ugye nyilván, ahogy ön is mondta, itt azért az jelentős probléma megakaszthatná a folyamatot az, hogy nem találjuk meg a tagokat, és ez a könnyítés igazából pont azt a célt szolgálja, hogyha nem tudjuk, nem leljük fel őket, akkor az ne akaszthassa meg az eljárást, hanem ilyen úgymond törvényi vélelmeket, feltételezéseket állítunk, hogy ez folyamatosan történhessen tovább. Ami még érdekes lehet itt a témában, ahogy említettem is, itt nem csak ez a törvény, amiről most beszélünk, ez nem csak az osztatlan közös tulajdon megszüntetését, hanem az ingatlan nyilvántartási adatrendezést is tartalmazza. És ez az, hogy ott a felelhető vagy rögzített tulajdonosok adatai folyamatosan adatainak tisztázása elindul, és ezt a földhivatal is hivatalból úgymond elkezdi végezni, ez pedig azért már közép-hosszú távon is elősegítheti azt, hogy még egyszerűbb legyen ez a folyamat. Úgyhogy alapvetően itt most gondolt arra a jogalkotó ténylegesen, hogy lehessen ezeket a folyamatokat, ezeket, amik eddig egyébként komoly problémát okoztak előzőleg az eljárásokban, ezeket most egy ilyen intézkedéssel gond nélkül lefolytatni. Visszatérve még az előző kérdéskörhöz, mi történik akkor, mert ilyen is van nyilván, amikor az állam is tulajdonos egy bizonyos földrészletben? Igen. Ezekben az eljárásokban alapvetően az állam úgy működik, mint bármelyik tulajdonostárs, tehát nem kell... Tehát nincsenek előjogok? Nincsen előjoga, nem kell megkülönböztetni, egyetlen egy kivétel van így a törvényben,
ami igazából itt a kegyeleti jogok miatt lehet érdekes, tehát hogyha az adott területen sírhely található, akkor akár a megosztás során, akár egy bekebelezés során is az államnak a tulajdonában marad. Tehát az a területe miatt, hogy ez a jog biztosítva legyen, így az állam tulajdonában marad, de alapvetően az állam ugyanúgy viselkedik egy ilyen helyzetben, mint ahogyan a tulajdonos, a többi magánszemély tulajdonos. Nyilván ritka lesz, de bizonyosan előfordul, hogy a földhivatal beazonosítatlan személyeket talál tulajdonosként. Ilyenkor mi a teendő? Alapvetően, ahogy már mondtam, az eljárást nem akasztja meg. Abban az esetben, hogyha bekebelezés történik, és emiatt ugye ellenértéket kell fizetni az adott területre, akkor ezt is le lehet folytatni, csak ilyenkor azt az ellenértéket, ami a területért járna, a bíróság illetét be kell helyezni. És ez ilyenkor a tulajdonost megilleti, tehát bármikor, hogyha előkerül, vagy felderítik, hogy ki az, őt megilleti, de alapvetően így emiatt ez nem okoz problémát. Ahogy egy megosztási eljárásnál is őt mint kiértesítetnek, és a megosztás támogatónak kell tekinteni. Igen, és ez segíti elő a hirdetmények kibocsátása is, azt gondolom. Igen. Tehát ez mindenképpen fontos, hogy ezáltal azért a tulajdonosok is felelhetőek, igen. Én olvasom, hogy van itt egy olyan rész, hogy adatrendezés elhunyt személyek esetén, tehát a holt lelkek. Uh-huh. Igen, ez most már így elterjedt ilyen munkanevén is, hogy őket így holt lelkekként nevezzük. Ezek ugye, ahogy itt most már többször kitértünk rá, nagyon jelentős probléma az, hogy nem sok esetben nem tudjuk, hogy ki a tényleges tulajdonos, vagy pedig olyan személyek szerepelnek még az ingatlan nyilvántartásban, akik már akárhogy is számoljuk, akár százon felüli éve születtek. Úgyhogy emiatt történt szintén egy rendelkezés bevezetés most, ami azt szolgálja, hogy azokat az ingatlan nyilvántartásban szereplő tulajdonosokat, akiknek a születési éve 120 évet meghaladott, tehát eltelt 120 év az ott szereplő születési évtől, azoknak az adatait úgymond felderítik, vagy tehát a földnek a tulajdonosait tisztázzák, mert ugye ezek a holt lelkek már azzal a törvény, azzal a feltételezéssel él, a gyakorlati tapasztalatok alapján, hogy ugye akik már ennyi éve születtek, nem élnek, tehát ő nekik valószínű már örökösödés történt, és ilyenkor ugye ez egy szintén egy hivatalból történő eljárás, amit a földhivataloknak évente kell lefolytatni, és felderíteni azt, hogy ezek helyett az elhunyt személyek helyett, kik a föld ennek a jogos tulajdonosai, örökösei, akik ebben érdekeltek, és ennek érdekében ugye a felderítést követően hagyatéki eljárás, adatrendezés is megtörténhet. Úgyhogy ez egy ezért fontos, hogy ezáltal az intézkedés által is tisztulhat az ingatlan nyilvántartásban szereplő adatok köre. Fontos kérdés, hiszen mi most kivonatosan beszéltünk róla, de számtalan olyan témakör van még, amit nem érinthetünk időhiány miatt is akár, de a legfontosabbakat nyilván elmondtuk, hogy kihez fordulhatnak a gazdák, amikor megkezdődnek az eljárások. Hiszen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara számtalan közzétett egy olyan füzetecskét, amelyben minden szerepel, de az azért tele van terminus technikusokkal, tehát szakmai nyelven fogalmazták meg. Kik azok, akik segítik? Tehát a földhivatal munkatársai, a kamara, nyilván önök, de mi az elsődleges teendőjük? Alapvetően mindenképpen a első körben a tájékozódást javasoljuk. Ebben mi is igyekszünk minél több módon partnerek lenni a kamara oldaláról. Ahogyan is említette, készítettünk egy kiadványt, ebben ábrákkal, rajzokkal, példákkal, gyakorlati kérdésekkel szemléltetjük, hogy hogyan történnek ezek az eljárások. Nyilván ezeket érdemes áttanulmányozni, de egyedi esetek is vannak. Erre vonatkozóan mi a kamaránál várjuk a megkereséseket, tehát hogyha minket keresnek, mi erre egyedi esetekben is nagyon szívesen válaszolunk. Annyit
még talán fontos elmondani, hogy amiatt, hogy ugye most itt ez a pandémiás helyzet van, mi is készülünk további oktatóanyagok, tájékoztatóanyagok elkészítésével. Tehát magunk részéről a tájékoztatást mindenképpen egy nagyon fontos elemének tartjuk itt a törvény kapcsán. Ahogy értesültünk róla, itt azért a társszervezetek is igyekeznek részt venni ebben a tájékoztatásban, és a Magosszal együtt is készítettünk egy videót, ami kifejezetten a törvény nyel kapcsolatos tudnivalók, az eljárásokkal kapcsolatos hasznos tanácsok, tippek elsajátításában segít, és ebben egyébként az Agrárminisztérium is részt vett, tehát ez egy ilyen szép együttműködésnek mondható széles körben. A földhivatalok szintén rendelkeznek információkkal, itt még annyit mondanék el, hogy ugye az eljárások elindultak január 1-én, de egyelőre a bekebelezési eljárások és az adatrendezési eljárások indultak meg, viszont itt a pandémia következtében az, hogy még a megosztási, tehát ezek az egyesség alapján történő eljárások meginduljanak, ez még a veszélyhelyzet végéig várat magára, de addig is célszerűnek tartjuk, hogy mindenki tájékozódjon. Ezeket az eljárásokat, amik még ugye nem indulhattak meg, ezeket egyelőre a földhivatalokhoz nem lehet benyújtani, azt követően, hogy lejár a veszélyhelyzet, azt követően lehet. Tehát ez is egy olyan szinten hasznos időszak lehet, hogy a lehető legtöbb információt tudják az érintettek begyűjteni annak érdekében, hogy amikor ezek az eljárások megindulnak, akkor a legpraktikusabban, leghatékonyabban tudjanak ebben részt. Nyilvánvaló, hiszen a rendszerváltás óta az egyik legfontosabb történet, és hát itt a mezőföldön, hogy tudjuk, és általában Magyarországon is, hogy a paraszt nem lett szitok szó, semmilyen értelemben és módon, lesz dolgok bőven. Várhatóan mikor lesz a munka dandárja? Tudjuk a koronavírus járvány okán, hogy ez majd, de rövidesen bekövetkezik mindenképpen. Felkészültek erre? Igazából már vannak ugye eljárások, amik elindultak, miután ezekre az eljárásokra nincsen határidő, tehát itt nincsen olyan, hogy bármilyen határidőig tudjuk ezeket megtenni. Emiatt arra számítunk, hogy azért így az első időszakban biztos többen lesznek, de miután nincsen arra vonatkozóan tényleg semmi, hogy meddig lehet ezeket lefolytatni, ezért azt várjuk, hogy folyamatosan fognak beérkezni ilyen rendezésre váró ügyek. És egyébként annyit még fontosnak tartok elmondani, hogy alapvetően ezek a szabályok, amik ebben a törvényben szerepelnek, ezek nem kötelezőek. Tehát, hogyha valamelyik tulajdonos társak úgy döntenek, hogy ők szeretnék az osztatlan közös tulajdont, akkor ők nem indítják meg az eljárást, és minden marad a régiben. Tehát ez a lehetőség is továbbra is adott. Nos, hát köszönöm szépen, még egyszer mondom, hogy bizonyos vagyok benne, hogy nagyon sok dolguk lesz, és ehhez kívánok erőt, egészséget és türelmet, mert hogy a türelemre is kell, hogy figyeljünk. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták. A mai beszélgetésünk tárgya az osztatlan közös tulajdonról szóló törvény, amely 2021. január 1-e óta hatályos, és természetesen folyamatban lesznek ezek az ügyek, és visszatérünk rá, ígérem. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!